Sziasztok, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és ma egy olyan videó következik, ami még nem volt. Megpróbálok azért úgy mindig olyan videókat összehozni, ami még nem volt, de ilyen még tényleg nem volt. Most találtam egy dolgot, amit megjegyezni nem tudok. ASMR, ez annyit jelent, hogy Autonomous Sensory Meridian Response. Hát ezt le van írva ide, hogy ez most így mit jelent. Nagyjából annyit jelent, hogy olyan hangokat valamilyen formán létrehozni, ami valamilyen befolyással, ha lehet, akkor jó befolyással van, kifejteni nem tudom nektek. A sensation, az érzékeinkre, az olyan érzékeinkről van szó, amitől úgy libabőrös leszel. De gondolom, hogy van nektek is olyan, amikor hallottatok olyan hangot, amitől így végigfut az ember hátán a hideg, jó értelemben, vagy valami ilyesmi. Ez már az egyik. Ez is egyébként az, ez a kutyám most ivott vizet. Na és ennek alkalmára összegyűjtöttem, láthatjátok, hogy a mai főszerepet a mikrofon kapja, és összegyűjtöttem egy jó pár dolgot, amivel hangokat fogok adni. Remélem, hogy jó érzést fog kiváltani mindenkiben, vagy pedig nem tudom, tehát az is lehet, hogy nem jó érzést is ki fog váltani némelyekben, egyes hang, nem tudom, ezt majd döntsétek el ti. Ha lehet, akkor lájkoljátok ezt a videót, hogy körbe menjen az interneten. Hát és lássuk, hogy kikivel van. Nos, az első, ez egy nagyon-nagyon érdekes, amit megtettünk, hogy kis lufikba beletettünk színezett vizet, és megfagyasztottuk. Hát 3 órán keresztül volt a fagyasztóba. Ezzel azt értük el, hogy nem fagy meg az egész, hanem ha jól jött össze, akkor egy kis hártyaszerű jég lesz itt benne. Nem tudom, mindjárt megnézzük. Kivágom a lufit. Hát ez valami nagyon-nagyon jó. Hát kicsit jobban megfagyott, mint kellett volna. Ez már így önmagában így látvány is elég jó. És akkor, hát ez egy picit jobban megfagyott, de belül így kásás, nem, szerintem nagyjából jó lesz, ezt kicsit kitakarítom, hogy olyan hangot halljunk, ami jobb ennél. És akkor most nézzük meg, hogy milyen hangot hallunk ebben. A következő hangok is ételfogyasztású hangok lesznek, lehetőleg ropogós, és nem tudom, lesz alma, mint láthatjátok, lesz egy tiktak. Egyébként ez bármilyen módon előállított hang lehet, nem kell feltétlenül enni ehhez. De én most így kajával, már így önmagában ez is például. Fenne se tudja, hogy milyen. Még én se tudom, hogy milyen lesz, mert így most nem hallom, ugye? Vagyis hát így élesbe hallom, de ez majd más lesz, amikor visszajátszom, ugye?
Na. Ez finom volt egyébként. Átugrunk az almához. Sokkal jobb hangja lenne, ha egy picit keményebb alma lenne. Ez viszont egy kicsit olyan, mintha kásás lenne, vagy én nem is tudom, de... Jöjjön egy tiktak, vagy kettő. És ez egy... egy japán édesség, snack. Soha nem gondoltam volna, hogy erről fogok videót készíteni, hogy hogy eszem. De ez érdekes, ezt érdekesnek találtam, úgyhogy ezt el kellett játszanom. Következő hangot pedig egy pár hangot összehozok, olyan hangokat, ami nem evéssel kapcsolatos, hanem amit csak úgy jópofának találtam, hogy jó hangot adhatnak.
nagyon remélem, hogy tetszett, és nem találtátok totálisan csavarodottnak ezt a videót, bár én először, amikor ezt meghallottam, akkor ez egyébként most Kínában így eléggé hát népszerű, hogy úgy mondjam, ezek az ilyen jellegű videók. Fenn volt a trendingen is az egyik, onnan jött az ötlet, és ránéztem, hogy mi az Úristen, hogy ténylegesen így hangokkal, meg csámcsogva, csócsálva, és találtam egy-két jó pofit, gondoltam, hogy én is összehozok egyet, mert aztán beláttam azt, hogy hát az egyik fő érzékszervünk az a fülünk, ugye, és a hangvilág az eléggé változatos, és olyan hangok, amiket most így hallottatok, ezeket is ugye a nap mint nap használjuk, és vannak köztük olyan hangok, amik tényleg egyszerűen csak úgy kellemesek. Vannak köztük irritálók is, nem tudom, ezt írjátok le a kommentekbe, hogy melyik az, amelyik esetleg tetszett, vagy volt-e köztük irritáló. Igen, szerintem egy érdekes hangzású dolgokat hoztunk így össze, és köszönöm, hogy így a végéig velem voltatok. Sziasztok!